Olyan emberek lehetnek a tagjai, akiknek az IQ-ja legalább 148-as, témánk pedig az intelligencia. Hogyha kedves nézőinknek a kérdéssel kapcsolatban van véleményük, hozzászólásuk, vagy bármit szeretnének jobban megtudni, mint ahogy esetleg erről ma este szó esik, akkor kérem, hogy hívjanak bennünket az 574-440-es telefonszámon, de más lehetőségük is van a vélemény nyilvánításra vagy a kérdésfeltevésre. Nem emeldíjas SMS számunk a 30 94 00 142, e-mail címünk pedig a ktv@kecskemetitv.hu, tehát hogyha bármit szeretnének tőlünk, illetve a fiatalemberektől kérdezni, vagy véleményük van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor keressenek bennünket. Én azt gondolom, hogy rögtön először is egy keresztkérdéssel kell kezdenem. Mi is az az intelligencia? Én tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, hiszen több kötetnyi irodalom született már erről. De valahogy röviden azért mégis próbáljuk behatárolni azt, amiről ma este beszélgetni fogunk. Igen, ez valóban egy rendkívül sokrétű kérdés. Hát igazából ez az egyetlen olyan emberi tulajdonság, tudtommal, amire több pszichológiai konferenciát is összehívtak, csak azért, hogy a szót definiálják. Hát ez nem járt sikerül, azt hiszem mondhatom. Több próbálkozás volt. Ugye a legelterjedtebb az az, hogy a intelligencia az, amit az intelligencia tesztek mérnek. Hát mondanom se kell, hogy egy tautológikus magyarázat, az nem nevezhető definíciónak. Ezen kívül mondták azt egyszerűen, hogy az intelligencia az probléma megoldó képesség. Ez már úgy közel jár az igazsághoz, és nagyjából be lehet lőni, hogy ez mit is jelent. Tehát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy ez a legjobb magyarázat rá. Aztán volt olyan tudós, aki azt mondta, hogy az intelligencia az a képességünk, amelyeket akkor használunk, amikor nem tudjuk, hogy mit évők legyünk valójában. Tehát ilyen rendkívül sokat mondó definíciók léteznek erre. Hát sokkal nem lettünk okosabbak, az igazság én szerintem. Ez így van. Kérdés megközelítésében, de hagyjuk kapaszkodja bele abba, amit először mondtál. Azért tegeződünk egyébként, hogy egy kicsit magyarázzam itt a bizonyítványt, mert azt mondtátok, hogy a Mensa Hungarikán belül mindenki tegeződik. És ugyan én nem vagyok még tagja a Mensa Hungarikának, talán egyszer az leszek, ezt nem lehet tudni, hogy egyáltalán merek-e majd vállalkozni egy tesztírásra, de azért ezt a javaslatot elfogadtam, hogy most ma este itt tegeződjünk. Tehát, hogy abba szeretnék kapaszkodni, hogy ugye nem tudni, hogy mi is az intelligencia, de legalábbis ami teszttel mérhető, ami ezzel a bizonyos IQ-teszttel mérhető. Tehát ebből azt következik, hogy valamilyen módon azért mérhető az intelligencia. Igen, hát még azt az előbbihez mondanám, hogy azt sokkal könnyebb megmondani, hogy mi nem az intelligencia. Ilyenekkel szokták keverni általában, mint műveltség vagy kreativitás. Ezekkel ugyan van összefüggés, de valójában mégsem ez az intelligencia. Például ugye a műveltség és intelligencia összefüggésben azt lehet mondani, hogy az olyan ember, aki nagyon művelt, arról feltételezhető legalább egy átlagos intelligencia, de egy olyan ember, aki nagyon intelligens, az korántsem biztos, hogy nagyon művelt. Tehát ilyen féloldalas a dolog, hogy nem jár együtt, nem korrelál teljes mértékben. De megvan az igénye. Tehát mivel sokoldalúságot is jelent az intelligencia, ezért próbál elég sok információt begyűjteni, ez vonhatja maga után, hogy aztán művelt is lesz. De nem szükségszerű. De nagyon sokféle tulajdonságával kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy mennyiben örökölt és mennyiben tanult az a tulajdonság. Az intelligencia esetében mi a helyzet? Hát itt igen, itt is több iskola van, természetesen ez sem teljesen egyértelmű. Ugye sokan azt mondják, hogy leginkább öröklött tulajdonság, mások szerint leginkább tanult, egyesek szerint nagyjából 50-50%. Hát erre van az a szerintem nagyon jó hasonlat, hogy ha téglalapot nézünk, akkor a téglalapnak a területét mi határozza meg jobban, az A oldala vagy a B oldala? Hát erre nem lehet válaszolni, mert bármelyik nélkül nincs téglalap. Na nézzük akkor, hogyan is lehet mérni vajon ezt az intelligenciát, ami azért eléggé megfoghatatlan, de az biztos, hogy ugye IQ-tesztek azok léteznek, amivel hát valamilyen szinten mégiscsak megfogható az, hogy egy ember... Hát mekkora? Lehet, hogy milyen vagy mekkora? Az minek nevezhetjük ezeket az IQ-tesztek által kiadott számokat? Minőségnek, mennyiségnek? Ezen még életemben nem gondolkoztam, de... IQ, intelligencia, kvóciens. Hányados. És bár hányadosnak mondják, de most már nem az. Tehát ez is egy nehéz kérdés. Igen. Jó, akkor szerintem vágjunk a közepébe. Én megmondom őszintén, hogy az interneten kerestem egy intelligencia tesztet, és abból szeretnék néhány példát bemutatni, hogy milyen kérdésekre is kell válaszolni azoknak, akik vállalkoznak arra, hogy egy ilyen tesztet kitöltenek. Kérem a kollégáimat, hogy mutassuk meg. Tehát például egy ilyen típus
kérdés, hogy János, aki 12 éves, ma pontosan háromszor annyi idős, mint öccse. Hány éves lesz János, amikor már kétszer annyi idős lesz, mint öccse? Most nem állunk neki ennek megfejteni, pusztán azért mutatjuk be, hogy a típust lássák a kedves nézők, hogy milyen típusú feladatokkal találkozhatnak esetleg. A következő. Ha minden varg egyben tverp, és ez nagyon talányos egyébként, de csak első hallásra, és egyetlen tverp sem Gollum, akkor egyetlen Gollum sem lehet varg. Igaz ez az állítás? Ez is egyfajta típus kérdés, hát azt szerintem felfogni is borzasztó nehéz, nem hogy megoldani a feladatot. Nézzük a harmadikat, ez azt hiszem jóval egyszerűbb. A golyó az a puska számára, mint a kő a ... számára, és itt vannak a választási lehetőségek, szerintem ezt első ránézésre is nagyon könnyen meg lehet oldani, de majd mindjárt megnézzük a következőt is. Egy áru árát 20%-kal csökkentették az árleszállítás során. Hány százalékkal kell megemelni, hogy ismét elérje az eredeti árát? Tehát ez is egy típus feladat. Illetve nézzünk még egy következőt, hogy melyik illik legkevésbé a sorba, ilyen is nagyon sokszor előfordult. Itt például a medve, kígyó, tehén, kutya, tigris közül kell választani. Hát előfordulhat, hogy több megoldás van, nem? Nem fordulhat elő? Igen, ez bőven. Én nem is szeretem az ilyen utóbbi típusú feladatokat különösebben, éppen emiatt, mert rendkívül sok megoldást ki lehet rá találni. De ugye azért ezeknek az IQ-teszteknek az a sajátosság, amit egyébként talán, ha jól tudom, többen támadnak is, illetve ezzel kapcsolatban kételyek merülnek fel, hogy egy feladat, egy jó megoldás. Igen, hát ez a lényege. De ez bizonyos, hát egy bizonyos képességet tud ez csak akkor mérni, nem? Hogyha egy feladatnak csak egy jó megoldása igen, van. Igen, de ennek oka van, az az oka, hogy kétféle gondolkodásmód létezik, a konvergens meg a divergens, és ez két tulajdonságot határoz meg, a konvergens gondolkodás, az adja meg a logikus gondolkozást, mondhatni, hogy az intelligenciával lesz hozható összefüggésben. Amikor van egy kérdés, aminek tudjuk, hogy egy és pontosan egy megoldása van, és azt kell valahogy kitalálni, hogy mi az. Még a divergens gondolkodás, az sokkal inkább a kreativitással hozható összefüggésben, amikor van egy probléma, amit rendkívül sok módon meg lehet oldani, ilyen például a lakberendezés, hogy rendezzük be ízlésesen a házat. Hát nagyon sok igen. módon lehet. De most az intelligencia és a kreativitás nincs egymással összefüggésben? Tehát egy intelligens ember vélhetően nem kreatív is? Itt is hasonlóan féloldalas összefüggés van, mint a műveltséggel kapcsolatban. Itt az a féloldalas összefüggés lényege, hogy aki nagyon intelligens, arra a világon semmit nem lehet mondani, hogy mennyire kreatív. Az is lehet, hogy egyáltalán nem. Hát, tehát ez semmit nem jelent. Míg, hogyha valaki nagyon kreatív, az általában feltételez egy legalább átlagos intelligenciát. Egyébként valóban ilyen típusú kérdésekkel lehet találkozni egy tétre menő intelligencia tesztben nem. is? Nem? Jaj, hát nem, akkor most rosszat mutattunk? Vagy nem ilyen típusú kérdések? Nem, jó, kérdések? Ezek is aranyos kis feladatok. A legutóbbi az, ahol lehet, hogy tehát, ha néhány menzás összejött, biztos, hogy sok megoldást talál, tehát mind az ötre talál. Van melyik lehet az igazi megoldás, de valószínűleg többet is találunk. Én felrajzolok egyet, hogyha... Jó. Meg is kérem, és akkor azt hiszem, hogy ezt feladjuk majd a nézőknek találós kérdésnek, hogy próbálják meg megfejteni, és majd erre várjuk a válaszokat. Ugye, ha jól tudom, akkor lesz ABC választási lehetőség, és akkor majd 1-2-3. Mint ahogy a teszten is amúgy. Még az előzőhez visszatérve, azt elmondám, hogy láttuk itt az előbb ezeket a kérdéseket, és azok a különböző intelligencia faktorokat emelik ki, mert van egy olyan nézőpont, ami faktorokra osztja az intelligenciát, általában 7-re, és akkor van nyelvi, logikai, számtani, stb. Éppen nagyon érdekes, azon gondolkoztam meg, hogy mi van akkor, ha mondjuk van egy zseniális mérnök, aki mondjuk számtalan találmánnyal rendelkezik, és mondjuk nem tud két értelmes mondatot elmondani, akkor vajon az ő intelligencia szintje hol lesz? Hát, ezt nehéz megmondani, tekintettel, hogy például én sem vagyok biztos benne, hogy én hány értelmes mondatot tudok most elmondani. Ebből nem lehet rá következtetni. Annyit lehet mondani, hogy ha valaki egy nagyon ügyes mérnök, és az embereknek tetsző dolgokat tud építeni, akkor nagy valószínűséggel nagyon kreatív, és itt visszatérünk az előbbi összefüggésre. Uh-huh.
Most tulajdonképpen az iskolázottság mennyiben befolyásolja azt, hogy valaki hogy tud megoldani egy IQ-tesztet? Hiszen én, ahogy megnéztem ezeket a kérdéseket, például ezt a ha minden valg egyben tverp is, meg egyetlen tverp sem gollum, hát rögtön felrajzoltam egy-két kis halmazt, amit ahogy annak idén az iskolában tanultam, és annak segítségével oldottam meg. Tehát ha valaki mondjuk a halmazelméletet tanult, akkor ezt például borzasztó könnyen meg tudja oldani. Vagy a százalék számítását, az is egy iskolában tanult dolog. Tehát mennyiben befolyásolja az iskolázottság azt, hogy egy ilyen tesztet hogy tud valaki megoldani? Ez valóban egy lényegi kérdés, mert eredetileg erre épültek az intelligencia tesztek, tehát Alfred Binney, aki az első intelligencia tesztet készítette, erre találta ki, hogy azt hiszem Franciaországban el tudja különíteni azokat a gyerkőcöket, akiket nem jó rendes iskolába adni, hanem inkább kisegítő suliba kéne adni. És erre talált ki ilyen különböző teszteket, amiken, hogyha bizonyos szint alatti eredményt értek el, akkor az illető gyermeknek jobb, hogyha kisegítő iskolába küldik a szülei, nem pedig rendesbe. Ez volt az első intelligencia teszt lényege, és innen fejlődött aztán tovább. Jó, de a kérdésem lényege az, hogy... Arra válaszolva, igen? Ez aztán most már odáig ment, hogy most pont a felügyelő pszichológusunk végzett néhány éve egy kísérletet, ahol azt nézte, hogy mennyire korrelál az intelligencia, illetve az iskolában elért eredmény, és azt találta, hogy a legintelligensebbeknek az átlagos eredménye az ilyen 4,3-4 körüli volt. Az jó, de most én arra szerettem volna rákérdezni, hogy nem olyan tesztet kellene, vagy nem olyan kérdéseket kellene összeállítani, amiben nem tud ilyen módon segítséget nyújtani az, amit az iskolában tanultunk. És én azt hiszem, hogy van is nekünk, valamelyik nézőnek is eszébe jutott ez a kérdés, hogy... Mindjárt megkérem a kollégáimat, mert ezt előre kaptuk e-mailben, hogy miért nem lehet olyan tesztet kitalálni, amely valóban csak az értelmi képességeket méri, és nem kell hozzá olyan tudás, amit már az iskolában lehetett elsajátítani. Erre azt tudom mondani, hogy nekünk pont egy ilyen tesztünk van, pont emiatt, hogy ne érjen az a vád, hogy magyarul kell hozzá tudni, a számokat kell ismerni hozzá, vagy számolni tudni. Igazából a világon semmit nem kell hozzá tudni, semmi az nem kell érteni, mert kizárólag ábrákból áll, mint ahogy a felrajzolt példa is mutatja. A mi tesztünkben az összes kérdés. Jó, akkor most jó lenne, hogyha le tudnánk ezt mutatni, és esetleg arra biztatnám a nézőket, hogy próbálják megoldani. Mindjárt mutatjuk. Tehát itt ezen az ábrán, akkor kicsit értelmezzük, a felső sorban is igen, tehát az háromszög... összes kérdés ilyen lesz, igen? Hogy egy 3x3-as mátrixot, egy 3x3-as ábrát kell elképzelni. Minden kérdés ilyen? Mind a 36. Minden 36 kérdés ilyen? Igen. Tehát például ilyen nyelvi jellegű... A felépítés jellegű... az semmi nyelvi. Semmi nyelvi jellegű. Tehát ezt ahogy egy magyar, ugyanúgy egy szlovák, egy japán, egy amerikai, egy bolíviai, bárki meg tudná adni. De akkor ez nagyon csak egy szegmensére megy rá az intelligenciának, nem? De éppen emiatt, hogy ne legyen az iskolázottságnak közel hozzá. De akkor ez végül csak a logikai, meg a... Tehát azt hiszem a logikának tekinthető ez. Csak azt méri, nem? Most akkor van nyelvi intelligencia is, van zenei intelligencia, mozgás intelligencia, milyenek vannak mondjuk, még, ami vagy 8 félét megkülönböztetnek. Azt meg itt megemlíteném, hogy ugye a nyelv mire épül, az is logikára épül, tehát mindennek az alapja a logika. És, hát megmondom őszintén, hogy erre nem mennék elmenni. Az interneten, amit megcsináltam, az viszonylag jól sikerült. Nem annyira, ezt lehet, hogy meg tudnám oldani most. Még mutassuk, arra kérem a kollégákat, hogy hát, ha valaki a nézők közül meg tudja oldani. De hogyha az összes feladat ilyen, akkor nagyon megijednék, megmondom őszintén. Nem kell. Nem, egy picit se kell megijedni. És nagy élmény kitölteni, az benne a legjobb. Teljesen mindegy, hogy milyen az eredmény, olyan, mintha az ember elmegy, és colstokkal megméri a magasságát. Hát olyan, amilyen. De élvezett a mérés és folyamata. És tudni, az, hogy intelligencia, ettől még az ember nem szép, nem ügyes, nem feltétlenül kreatív, nem magas. Ez egy dolog a rengeteg sok száz közül. Mi éppen ezt mérjük, és ez a társaság azokat fogja össze, akik ezen a bizonyos teszten magas eredményt értek el. Tehát senkinek nem szabad megijedni, hogy ha éppen olyan jön ki, tehát negatív eredmény nem jön ki, és mindenki, tehát ha valaki jön holnap egykor érdemes megírni a tesztet, akkor ő és csak ő kapja meg az eredményt, tehát senki más. Én se tudom azt, hogy mondjuk Tibi milyenre írta meg a tesztet, ő se tudja, hogy én milyenre. Azt tudom, hogy mind a kettőnek sikerül. Jó, nézzük meg, hogy milyen eredmény jöhet ki. Ugyanis van egy ilyen IQ övezet táblázatunk, hogy egyáltalán a bizonyos értékekhez milyen értelmi képességek tartoznak. Ezt azért nézzük végig, mert szerintem nagyon érdekes és tanulságos, és hogyha bárki bármilyen tesztet megold, azért ebből el tud indulni, hogy ez mit jelent. Fussuk hát, gyorsan végig. Hát érdekes nagyon, csak mondjuk ehhez ugye tudni kéne, hogy az, hogy IQ érték, az nem ennyire egyértelmű. Tehát itt ugye végig mehetünk rajta, hogy itt azt írja, hogy például
20-tól 51-ig imbecillis az illető, 52-től 67-ig debilis, aztán mondjuk 90-től 109-ig átlagos, és 130 fölött már nagyon magasnak számít. De ugye ez attól függ kizárólag, hogy milyen skálán mérjük. Tehát ahhoz, hogy egy intelligencia tesztnek a minőségét meg tudjuk mondani, azt tudni kell, hogy milyen szórású teszten folyt le a mérés. És ez például itt egy 15-ös szórásúnak tűnik nekem, mert 130 fölöttinek tűnik a Mensa szint számomra ebből a táblázatból. És hát nem tudom, hogy itt most érdekel-e bárkit, hogy mi az a szórás. Egy biztos, hát, hogy igen. Az átlag a 100. Igen, tehát igen. Bármilyen féle fajta szórású tesztet használunk, az átlag a 100. És ezen pontozás alapján itt azt sejtett, hogy ez egy 15-ös szórású teszt, ami azt jelenti, hogy a Mensa Hungarica kritériumának eléréséhez 130 fölötti intelligencia hányadost kell. És erre mondanék akkor egy jó hasonlatot ismételten csak, hogy ez pont olyan ez a szórás kérdés, mintha mondjuk megkérdezi tőlünk valaki, hogy milyen magas az illető, és azt mondja, hogy 170, de hát akkor ugye még kérdés, hogy ezt inchben mondta, centiméterben, vagy miben, és ugyanez hőmérséklettel, az, hogy 30, az lehet Celsius, Fahrenheit, Kelvin extrém esetben, szóval nem jelent semmit. Ha valaki azt mondja nekünk, hogy neki 200-as az IQ-ja, akkor jól teszünk, ha visszakérdezünk, hogy és milyen szórású skálán. Igen. Érkezett egy nagyon érdekes nézői kérdés, nem talán egy kicsit mélyebb, mint amiről mi eddig beszéltünk. Azt hallom egyébként, hogy van egy telefonunk is. Most melyikkel kezdjük? Kezdjük a telefonnal. Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kit köszönhetünk? Sziasztó József vagyok, és a megoldást akartam mondani, de jó, nem nagyon kérdezték. Jó. Helyes. Mutatjuk akkor még egyszer az ábrákat, jó? Hát a kettes a megoldás, én szerintem. Hát egész pontosan a kettes. Azt mondják itt, hogy kitűnő a megoldás, és én gondolom, őszintén csodálom, hogy ebből a kis rajzocskából meg van megint mutatni tudtuk, ezt meg tudta oldani, bár azért van egy-két ilyen tréfás elem is, ugye mondtam, hogy nagyon tréfás fiatal emberekkel. Tehát intelligenciában ugye a rajztudáson jár együtt. Igen, nagyon sok minden nem jár együtt. Nehéznek találta? Nem. Volt benne a térlevezető, mert a három első elég lett volna. Igen. És abból meg lehet állapítani, hogy melyik a hozzávaló. Hogy egyáltalán vállalkozott arra, hogy megpróbálja megfejteni. Egy esernyőt tudunk önnek felajánlani ajándékképpen, ami van egy KTV-s emlékmárka. Köszönöm szépen. Befáradt hozzánk akkor. Illetve holnap várjuk a teszten. Hát, igen, ugyanis ez már úgy elhangzott itt, csak úgy félfüllel lehetett hallani, hogy holnap lesz egy tesztírás. Igen. Holnap, tehát szombaton 1 órakor lesz, és a igen. Budai utca egy szám alatt. A piac igen. Mellett. Igen. Tehát, köszönöm szépen. Ha esetleg egy komoly teszten is ki akarja próbálni a tudását, akkor érdemes elmenni holnap. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Akkor nézzük talán azt a nézői kérdést, amit előre kaptunk e-mailben. Miért kell feltétlenül az embereket bármilyen szempont szerint kategorizálni? Mert egyszer valakinek eszébe jut, mint ahogy már volt hasonlóra példa a történelemben, hogy mondjuk feleslegesek a 100-as IQ alattiak. Kérdésem, nem kell. Ez csak egy lehetőség. Ez, aki meg akarja nézni. Akit érdekel. Egyébként, ha már ilyen történelmi vonatkozás, amire utalni, legalábbis én úgy vélem, hogy utal a kérdés, pont annak idején 46-ban alapult egyébként a Nemzetközi IQ-társaság, a Mensa, és pont azon gondolkodtak, két ember ült a vonaton, ahogy egy jó vicc is kezdődik, hogy lehet az, hogy egy ilyen világégés után is, és tényleg olyan emberek is voltak felelős pozícióban, akiknek magas volt az intelligenciájuk. Ezt hát próbálták valahol éppen Himmlert hozták példaként, hogy neki milyen magas volt az intelligenciája egyébként. Pont neki, de elképzelhető, hogy neki is, igen. Tehát az, hogy valakinek magas az intelligenciája, éppen ezért nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy jó ember például. Mikor alakult meg a Mensa Hungarica? 1993-ban, és hát hivatalosan bírósági bejegyzés 94-ben volt, tehát akkor. Tehát már mintegy 90, ha mondjuk 93-mal számolunk, akkor most 13 évesek vagyunk, ami szerintem az egyesületek életében egy elég szép életkor. Lehet azt mondani pontosan, hogy azóta hányan írtak tesztet, és hány embernek sikerült elérni azt a bizonyos határt, amit ön majd megszabtok? Ezt pontosan lehet tudni. Igen? Én nem tudom. Nem készültetek. Hát a tagsági sorszámokban már van 7000-es, tudtam majd, tehát szerintem egy 8000-en például, kb. Körülbelül 8000-en írtak már eddig.
93. Most én kaptam tőletek egy kiadványt, az a cím, hogy Asztallap, csak így mutatom meg a kamerának. Ez a Meza Hungaricának egy ilyen folyóiratszerű kiadvány, és ebből az derül ki, hogy azért ez egy komolyan működő szervezet, és nagyon sok szabadidős programot szervez például a tagjainak. Hát ez a lényege az egész szervezetnek igazából. Hát a szabadidős programok? Igen, igen, fontos. Hogy jól érezzétek magatokat együtt, akik igen, úgy gondoljátok, hogy hasonszörűek társaságában. És igazából nagyjából semmi más nem csinálunk, csak jól érezzük magunkat. De azt elég változatosan. Igen. Most ehhez képest azért találtam egy olyan cikket és egy olyan írást is, amiben az van, hogy az intelligencia kötelez. Ezt vajon hogyan kell érteni, és ezt ti hogy értelmezitek ebben a szervezetben? Szerintem arra gondolom, hogy vannak olyan áramlatok, akik az eredeti ős gondolatot megtartva, ami aztán hát odáig is fejlődött, hogy úgy vélték ezek az emberek, hogy na majd ők megmondják a politikusoknak, a nagy embereknek, hogy akkor ezt kell tenni. Egy agy funkciót találtak ki. Lehet, hogy ennek még egy ilyen kinyújtott képe lehet, az emberiség javára fordítani az intelligenciát. Ez továbbra is mind alapcél, ez szerepel a Mezának a... De ehhez képest azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem vállal komoly közéleti szerepet például. Nem is vállal, hát ez benne van az alapszabályunkban, hogy... Hát én ezt nem ismerem az alapszabály, csak azt látom, hogy nem vállal. Igen, akkor most elmondom ezt. De miért nincs az alapszabályban benne, hogy esetleg vállaljon ennek a szellemében, amit az előbb elmondott? Ezt pontosan miért nincs benne, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy annyi egész biztos a Nemzetközi Menza alapszabályában szerepel, hogy a Menzának, mint olyannak, mint szervezetnek nem lehet véleménye semmiről. És a politikától is teljesen függetleníteni kell magunkat. Tehát a tagoknak, mint menzatagok külön-külön lehet véleményük, de mint szervezet... Hogy fogják ezt a bizonyos hivatást esetleg beteljesíteni? Hát ehhez azt kell, igazából ez nem egy szervezet kell, hogy egy hivatást beteljesítsen valaki, hanem az kell, hogy legyen egy olyan szervezet, ami kész arra, hogy olyan embereket fogadjon, akik ehhez éreznek magukban hivatást. És ehhez ugye kéne kreativitás is, ugye sokunkban azért nem teljesen van. De vannak már itt is arra utaló csírek, hát a Magyar Menza ugye most lép a 13. évébe, a Nemzetközi Menza meg éppen a 60. Tehát például az amerikai, az angol menzában már vannak kifejezetten ilyen programok, ahol mondjuk a tehetséges gyerekek. Tehetséggondozás. Ugye azért az egész beszélgetés során érintettük azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is érdemes egy ilyen intelligencia tesztet megint, mire jó, mit lehet ebből megtudni. Szintén ebben a kérdésben találtam egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos idézetet, ami visszaköszönt már az eddigiekben is. Attól, hogy valaki intelligens, írja Békés András, még nem bölcs, még nem hasznos, még nem humánus, még nem kreatív, még nem tisztességes, még nem tehetséges, még csak nem is vonzó. Igen, hát ugye volt elnökünk, és hát ezt tudtam ma, ezt úgy találta ki, most nem teszek meg a nagy esküt, de valóban ezt szoktuk felhozni, hogy az intelligencia egy darab személyiségvonás, és nem kell belőle hosszú távú következtetéseket levonni. Garancia lehet mondjuk a magas intelligencia egy sikeres életre? Garancia nem lehet, de a lehetőséget megadja rá. Most mondjuk, hogy legalábbis nagyobb lehetőség van rá. Tehát egy magas intelligenciából esetleg mi következik a boldogulásban, a mindennapi életben? Következik valami? Tehát van valamiféle egyenes összefüggés az egyes embernek a sikere, a pályafutása között? Hát esetleg annyi, hogy amennyire én észrevettem, az egy közös vonás minden menzásban, hogy nagyon sok minden érdekel minket, sokrétű az érdeklődési körünk. Ez tényleg szerintem mindenkire igaz a szervezeten belül, és ez lehetőséget ad arra, hogy különböző helyeken kipróbáljuk magunkat, és abból csak lesz valami, ami bejön, úgymond. És ha már sok ilyen ember együtt van, éppen arra van az asztallap is, ami egyáltalán nem intelligencia feladatokról szól. Van ott irodalom, tehát van köztünk írónő, berepülő, pilóta, patkolókovás, tehát mindenféle fajta foglalkozás. Miután megírtuk ezt a tesztet, onnantól kezdve az, hogy mi most ilyen intelligencia feladatokat adjunk egymásnak, az nem célunk. Vannak egyébként híres tagjai a szervezetnek? Tehát akiket úgy érdemes úgy fényjelzésként elmondani? Vannak, csak ez kényes kérdés, mert ugye a tagság az elvileg, hogyha nem járul hozzá az illető, akkor nem mondhatjuk meg, hogy ki tag. Értem. Viszont már egyéb úton annyi ember. Azért nyilvánosságra, ha jól tudom, például Vitrai Tamás, ugye? Igen. És hát nem akarok mondani kecskeméti példát, de mondok azért a Király László, hiszen ő oszlopos tagja a Menza Hungaricának. Most egy kicsit intim vizekre szeretnék kevezni. A kecskeméti helyi csoportot egyébként ő alapította meg. Igen. Annak idején be is számoltunk róla, igen, itt a Kecskeméti tévében.
hogy úgy tudom, hogy neked a feleséged is tagja a Mensa Hungaricának. Igen. Hogy ez az ismeretség, ez a Mensa Hungaricán belül született, vagy fordítva volt? Nem, nálunk fordítva volt, tehát én 93-ban lettem menzás, és 95-ben ismertem meg a feleségemet, aki akkor még nem volt menzás, ő egy 3-4 éve írta meg a tesztet. Viszont vannak olyanok, és például abban az ünnepi számban, ami nálad is van, ott vannak már menza bébik, akik kifejezetten a menzában, a menza által jöttek össze, és azóta már gyerekeik is vannak. Nem, mint a bébi az a gyerek. Tehát... ja, csak hát úgy, hogy így ez világos. Hát akkor most itt belezsugták itt a fülembe, hogy itt a vége. De én azt mindenképpen szerettem volna megkérdezni, ugye, hogy mire garancia a magas IQ, hogy most nektek jobb a házasságotok attól, hogy mind a ketten magas IQ-val rendelkeztek. Tibi még nem nekem tökéletes a házasság. Nekem kifejezetten jó így. Hát akkor itt két ellentétes példát. Én mondhatom azt, hogy igen. Igen. Mielőtt befejeznék, azért még egyszer elmondom azt, hogy ha valaki kedvet kapott a tesztíráshoz, akkor szombaton 1 órakor a Budai utca 1 szám alatt ezt megteheti. Ennek hallottam, azért van egy kis díja is, ugye? Tehát azért nem teljesen ingyenes. Igen. Ott ez a piac mellett található, ott egy ilyen kis belső udvarba kell ott bemenni, legalábbis azt gondolom. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagyon köszönjük. Hát erősen gondolkodom azon, hogy megpróbáljam, vagy nem. Majd még rábeszélünk. Jó. Érdemes. Mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Köszönjük. Most még nem beszélgetünk, majd a stúdión kívül beszélgetünk, mert nekem a nézőknek még el kell mondanom, hogy jövő héten a szexuális intelligenciájukat fejleszthetik, hogyha megnézik műsorunkat. Van ilyen is, ugye? Végül is van szexuális intelligencia. Hát, ha van érzelmi, szexuális. Pénteken 19:30 ugyanis Bukovinszky Zsolt vendége, Eszmikus Edit szexológus lesz. Akkor is számítom majd a figyelmüket viszontlátásra.